Továbbra is 2011. október, középszintű érettségi informatika, táblázatkezelés, étlapfeladat, 6-os, 7-es feladatot nézzük meg, ugyanaz. A káoszlopban másolható képlet segítségével jeleníts meg a menükhöz tartozó ételek akciós árait, illetve a menükhöz tartozó energiaértékét az N-oszlop megfelelő celláiban. No, nézzük akkor. Tehát, káoszlop, almaleves, 1-es. Ugyanúgy járok el, mint az előbb. Ezt keresem ebben, és innen illesztek. Ez lesz az akciós ár. Tehát F keres függvény. Na, béna voltam. F keres, oké. Keresési érték? Hát az egyes. A tábla, ahol keresni akarom? Most kivételesen, mivel az akciós ár itt van egészen a szélén, ez az egész táblát jelölöm. G58-as celláig. Természetesen, mivel másolni akarom, F4-et fogok, abszolút hivatkozást fogok használni, hiszen végig akarom másolni az összes helyre. És az oszlop szám pedig a 6-os lesz, mert 1, 2, 3, 4, 5, 6. oszlopban van az elvárt érték, illetve a visszakapott érték. Tartományban keres továbbra is. Tehát 449, másolom, jobb egérgomb. Másolom. Jobb egérgomb. Másolom. Ha akarod, mindig, sőt, érdemes leellenőrizni. Jót keresek, jó helyen keresem, és az eredmény is jó. Az ennet, most már szinte szerintem meg se nézd, de azért megcsinálom. Tehát továbbra is azt mondom, hogy F keres. Továbbra is. Őt keresem. D-oszlopba azt mondta, hogy itt van az energiatartalom, tehát elég ennyit kijelölnöm. Táblán. Na, de béna voltam. Így, né. És kész. Másol. Készen vagy?